Sziasztok, Laci vagyok a te kettőt, nézitek, és ez itt egy 240 Hz-es gamer monitor 90 ezer forintért. Hogy mennyire jó? Nézzük meg! A full monitorok közül az utóbbi évek egyik legjobb arányú modellje, legalábbis azok közül, amiket én teszteltem, az EOC 27G2 U volt. Erről három évet csináltam egy videót. A tavaly év vége felé bemutatott 25G3 ZM veheti át ennek a helyét. Ez picit kisebb, illetve ez egy VA panel, aminek szintén megvannak a maga jellegzetességei. A dobozát boncolva tartozékként kapsz hozzá egy HDMI és egy Displayport kábelt, valamint természetesen egy tápot is. A dobozban külön lesz a talp, a nyak és a monitor, de az összeszerelés az nagyon-nagyon egyszerű és csavarmentes. A talpát kézzel is rá tudod erősíteni a nyakára, a panel pedig egyszerűen csak rápattintod. Megjelenése és anyaghasználatra elég egyszerű darab, X alakú, de egyébként stabil talpazatta, kábelelvezetős nyakkal, mat felülettel és természetesen a márkára jellemző fekete és piros színvilággal. A monitor 130 mm magasságban állítható, 30 fokban forgatható, 28 fokos tartományban dönthető és pivot módot is támogat. Ebben az árkategóriában egy 240 Hz-es gyors panelért, ami mellesleg egyéb tulajdonságaiban is remek, némi kompromisszumot kell kötni. Ilyen a portkínálat, ami mindössze két HDMI 2.0-ból, egy DisplayPort 1.4-ből és egy Jack csatlakozóból áll, szóval USB Hub ezen a modellen nincsen, illetve a hangszóró is kimaradt, amit mondjuk én személy szerint nem sajnálok, amúgy sem lenne jó minőségű. Az USD, vagyis ugye a vezérlő, az elég old school. A három évvel ezelőtt tesztelt modellen is ugyanez a felület fogadott, illetve az is ugyanígy gomsorra lehetett vezérelni. Az alapvető beállítási lehetőségek megvannak itt is. Van shadow control, low input lag, kategória szerinti gamer módok, overdrive, freezing, stb. Elég egyértelmű, hogy mi mit csinál, de az fontos lehet, hogy magyar nyelv az nincsen benne. Nézzük hát a specifikációkat, aztán beszélek arról, hogy milyen rajta játszani. Szóval egy 24,5 hüvelykes, Full HD felbontású VA monitorról beszélünk, de a leginkább hibogató tulajdonsága a 240 Hz. Emellett picivel 300 nit fölötti fényereje, és a gyártó szerint 1 millisekundomos gray to gray válasz van, plusz a szintérlefedettség és a színhelyesség is remek az árához képest a lehető legjobb válaszidőt az overdrive fokozásával tudod elérni, ez minél erősebb, annál kisebb lesz a válaszidő, viszont annál nagyobb lehet az inverse ghosting is. Nekem sajnos nincsen hozzá megfelelő eszközöm, hogy lemérjem, de más tesztek mérései alapján a válaszidő 2,35 millisekundumra is levihető, overdrive nélkül 5,68 millisekundum, weak módban 5 millisekundum, médiumnál pedig 3,6. Persze egyéni ízlés kérdése, hogy te méket választod. Szerintem a médium a legideálisabb beállítás, ennél még abszolút nem látható a szellemkép, és a válaszidő is korrekt. Egy IPS panellel szemben backlight bleed abszolút nincsen, illetve a kontraszt is sokkal jobb. Nyilván a legjobb kontrasztot egy OLED panelnél fogod megkapni, de mondjuk az árban 4-5-ször ennyi, szóval nem ez a kategória. A monitor maga nagyon király, és tényleg az, 90 ezer forint környékén egy elképesztően jó vétel, így 2023-ban, de akkor érdemes beruházni rá, hogyha van elég jó gépet hozzá, és mellette főleg esport címekkel játszol, és elég a Full HD felbontás. Hogyha nincsen meg a 240 FPS azokban a játékokban, amikkel nap mint nap játszol, akkor gyakorlatilag semmi értelme nincsen a 240 Hz-nek. Láthatjátok a játékokat, amiket kipróbáltam a monitorra, illetve itt a bal felső sarokban a gépben lévő hardvert is, ami innen kimarad, hogy 32 GB DDR5 RAM van benne. Nyilván vannak nagyon kis igényű, krumplin is elfutó játékok, mint a Rocket League, ami kimaxolt grafikán 6-700 FPS-sel fut, ez maximálisan ki tudja használni a monitor képességeit. Ugyanígy hibátlanul 3-400 FPS-sel megy a Rainbow Six Siege, szóval az ilyen kaliberű játékokhoz tök jó, de teszem azt mondjuk egy nv 2 nagyon kevés gépen fut 200 FPS fölött, illetve a nem kompetitív címek közül a Need for Speed unbound is ilyen 150 FPS-sel viszi. Ezekhez a játékokhoz ez a monitor gyakorlatilag fölösleges. Hogyha szeretnéd, akkor PS-hez, illetve Xbox-hoz is használhatod, hisz nyilván adott rajta a HDMI, de hogyha új generációs konzolod van, akkor megint csak nem a legideálisabb, a 240 Hz-et nem használod ki, oda jobb egy legalább 1440 p 120 Hz körüli monitor. Összegezve a képességek egyébként abszolút helyén vannak, a válaszidő az, amiben picit gyengébb egy VA panel, de remek a kontraszt és a fényerő is vannak még egyébként 100 forint alatt más gyártóktól is 240 Hz-es monitorok, viszont azok általában IPS-ek, hogyha te a va t preferálod, akkor az EOC ebben az árkategóriában a legjobb. A kompromisszumok között van, hogy USB-k nincsenek rajta, illetve a vezérlése, a szoftver is lehetne kicsit modernebb, napra készebb, de ez igazából nem baj, tök jól működik, csak megjegyzés. Akkor ér meg igazán ezt választani, hogyha e-sport címekkel nyomod, minden az FPS és a képfrissítés, és van kellőképpen erős géped, amiből kijönnek ezek a számok. Hogyha ezek rád nem igazak, akkor érdemes kisebb képvisítésre, esetleg nagyobb felbontású modellre rámenni. Minden esetre az EOC 25 G3 ZM egy tök jó monitor. Nos, én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!